számomra, hogy itt szolgálhatok, és kicsit korán kellett kelni. Kedves diákok, titeket nem dicsérlek meg annyira csak 50%-osan, az előző csoportot inkább, mert ők korábban jöttek. De talán ti is korán keltetek, és úgy el is csodálkoztam ma reggel, hogy hát milyen nagyszerű dolog ugye a wifi, hogy a telefonomat átállítja egy órával korábbra, akkor a számítógépemet is, és most ezt teszt miatt csinálom, megfigyelem, hogy reagáltok rá. Azt vettem észre ma reggel egy nagy biológiai felfedezést, hogy az egyik rigó a kertemben egy órával korábban kezdett el fütyülni. És hát kezdtem gondolkodni, hogy milyen evolúciós csoda ez, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg ez a rigó wifi-s. És ő is kapta a jelzést, hogy neki korábban kell a biológiai órájára. No, nem eléggé nevettek, úgyhogy látom, aluszotok, még hangosabban fogok beszélni. A mai alkalommal elkezdünk egy sorozatot a nagyszerű Munkácsi Mihály, aki a 19. századnak egy fantasztikus híres festője volt, világhíre tett szert nagyon korán, bár rövid életű volt, 1844-ben született, és 1900. május 1-én már meg is halt. A három kép, amiről szó lesz ebben a sorozatunkban, az a Krisztus Pilátus előtt, és a keletkezési sorrendben mutatom most nektek, és fogom tartani az állítatokat. A Krisztus Pilátus előtt látjuk most itt, igen. Utána ez az előző képet, ez 1881-ben festette, 1881. 1884-ben festette a Golgotát, és a halála előtt 4 évvel, 1896-ban készítette el a Ecce Homo című képet, ami szintén a Pilátus témát hozza elő, és erről szeretnék szólni, hogy ez fantasztikus dolog, hogy egy trilógiában kétszer szerepel ez, sőt, kronológiailag visszatér a Golgota, megjegyeztük, 1884 után visszatér a pilátusi perre 1896-ban, halál előtt 4 évvel tehát. De nézzük most az elsőt, és ehhez egy igét szeretnék felolvasni Máté evangéliumából. Máté 27 első két verse így hangzik: mikor pedig reggel lett, tanácsot tartottak a főpapok és a népvénei Jézus ellen, hogy őt megöljék. És megkötözve őt elvitték és átadták őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Hogy kerül Pilátus a krédóba? A keresztények tömegei, százezrei vasárnaponként kiejti Pilátus nevét. Gondolkodtatok már ezen? Ki volt ez a Pilátus? Ez egy helytartó volt, és hát nem volt szent, csak ugye Arany János versében, a Bajusz című verset, nem tudom, valaki, már melyiket csak olvasta? Bajusz, egy bácsinak nem nőtt Bajusza, és jönnek a cigányok, és hát kitalálják, hogy majd ők csinálnak neki Bajuszt. De azt mondja, amikor elpanaszolja az öreg, hogy hát nincs Bajuszom, akkor azt mondja a cigány, összecsapja, hogy Szent Pilátus, hát miért nem mondta eddig? Mert ő pont szakember, ő Bajusz csináló szakember. Pilátus hogy került a krédóba? Pilátus helytartó volt, a római császárt képviselt ezen a provincián, ezen a külső elfoglalt területen, és nagyon nem szerették egymást a zsidókkal, a zsidó főpapok sem őt, sem ő a zsidókat. Állandóan borsot törtek egymás orra alá, és nagyon megdöbbentő dolog az, hogy Munkácsi rátalált a lényegre akkor, amikor Pilátus témát kétszer is előveszi. Miért Pilátus? Miért kerül Pilátus elé? Azért, mert az a fehérruhás Jézus, aki ott áll a képnek a közepén, ez az Isten fia, ez az ember élet Isten, aki nem csak a zsidókhoz jött, aki nem csak a muszlimokhoz jött, aki nem csak a hindukhoz jött, vagy az ateistákhoz jött, hanem a 7 milliárd emberhez, ma így mondanám. Nagyon fontos. Pilátus azért keveredik a krédóba, hogy egy evangélium üzenetet kapjunk, nem egy kis amatőr csoportnak, egy fajta vallásos felekezetnek a megváltója, az Isten, majd fogjuk látni, hogy hogy váltja meg, hanem az egész világé. Az akkori világnak, ahogyan mondták görögül, az oikumenitén gén, a lakott földnek a vezetője volt a császár, a római birodalmat tartották, utána már semmi nincs, és ennek a birodalomnak a helytartója elé kerül Jézus. És szeretnék egy Golgotáról egy történetet ide idézni. Jézusnak 7 szava volt a kereszten. Eszetekbe jut erről egy zene?
nem baj. Haydn, Krisztus hét szava a kereszten című oratórium például. Krisztus hét szava közül az első micsoda? Atyám, bocsáss meg nekik, közel szögelik a fára a kezét. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És te is azt hiszed, meg én is azt hittem sokáig, hogy ez azért van, mert Jézusnak ott iszonyatosan fáj ez, és hát brutális, amit csinálnak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, ezek a szegény katonák nem tudják, mit csinálnak. Azt hiszik, hogy egy rablót, egy gyilkost, vagy egy megfelelően elítélt embert szegeznek kereszt. Nem tudják, hogy ki van itt. Nem erről van szó. Jézus ezt a fohászt azért mondja el, ezt rólunk mondja, rólam, rólad, mindnyájunkról, nekünk mondja. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem a főpapoknak, akik oda juttatták. Ravasz módon átjátszották Pilátuson, meg utálták Pilátust, és gondolták, te vidd el a piszkos munkát. Ezért rámószerolták Pilátusra ezt a Jézust. Pedig ők is megélhették volna, hazudták, de ahogy is, hát kivégezhettek. Alásos bűnökért meg lehetett kövezni embereket. Miért ez a sürgetés? Miért nyomatják oda Pilátushoz ezt a magát messiásnak, akire nagyon várt az Ószövetség népe? Miért adják oda? Nem tudják, mit cselekszenek. Azt hitték, hogy logikából. Azt hitték, hogy egy ügyes taktikai, politikai húzás volt, hogy tessék, Pilátus, végezd ki te. Pilátus vissza is akar nekik adni. Hát nem, nem. Ez egy zsidó király, a ti bűnözőtök, végezzétek ki ti. Pilátus nem bírja magát kivenni a krédóból. Pilátus rákörül Munkácsi festményére. A trilógiában kétszer is előjön Pilátus. Miért? Mert itt egy fantasztikus, Isten által megírt forgatókönyvről van szó, és az teljesedik be. Máté megkísérleti, hogy beteljesedjék a proféták szava. Több száz évvel ezelőtt azt írja valaki, a 22. Zsoltárt olvasd el, hogy átjukasztják kezeimet. Micsoda? Köntösökre sorsot vetnek. Micsoda? Megosztoznak ruháimon, de a köntösömre sorsot vetnek. Nem tudják, mit cselekszenek. Kajafás sem tudta. Ki ez a Kajafás? Kajafás volt a vallásos vezető. Egy szaduceus főpap volt, aki nem tudta, mit cselekszik. Éjjel, csütörtök éjjel, amikor a Gecsemáné kertjében elfogják Jézust, beviszik hozzá, és rákérdez, te vagy az Isten fia? Jézus nem nagyon válaszol neki, de ekkor válaszol. Igen, én vagyok. Abban a pillanatban Pilátus teátrálisan fölpattan a nagy tanács előtt a székéről, fölpattan, megfogja így a köntösét és szétszagatja. Nem csak a zsidóknál, más népeknél szokás volt a gyász vagy valami botránkoztató hír hallatára megszaggatni a köntöst. Másik része volt, hogy hamut szórt a fejére, ha gyászott. Megszaggatni a köntös. Mózes azt mondja, hogy a főpap ruhája soha meg ne szaggattassék. Főpapnak nem szabad megszaggatni a ruháját, mondja a zsidó törvény. Kajafás fogja magát, és lemond a főpapságáról, nem tudja, mit cselekszik. Azt se tudja, hogy most ezzel lemondott. Fogta magát, megszaggatta a ruháit. Azaz, a tárgyalóteremben addig volt két főpap, mert Jézusra beteljesednek a proféciák, hogy ő egy főpap. Ki a pap? Aki áldozatot mutat be. Mi evangélikusok ezért nem vagyunk papok, mi lelkészek vagyunk, mi nem mutatunk be áldozatot. Jézus egyszer mindenkorra bemutatta az áldozatot. De menjünk csak tovább. Ki a pap, aki áldozatot mutatta be? A Kajafás a teremben az egyik lemond a papságáról, mert megszagatja a ruháját. Jézus kiviszik, elítélik Pilátuson keresztül, kiviszik a Golgotára, és ott mi történik? A katonák se tudják, mit cselekszenek. Ott ül a katona a kép sarkában, ölében a köntös. Azt mondták a katonák, ők kapták meg, a kivégző osztag megkapta, négy katona, megkapta a ruháját a kivégzettnek. Olcsó ruhák, vásznak voltak, szétszagadták, szétosztották. Kezükbe vették Jézusnak a köntösét, ami egyébként egy főpapi örökölt köntös, főpapi családból származott, és azt mondják a római katonák, ezt ne hasogassuk el, ez olyan szép, vessünk rá sorsot!
nem tudják, mit cselekszenek. Nem csak egy proféciát teljesítenek be, hanem kilépnek ebből a képből, kilép az evangélium ebből a történetből, és itt 2019-ben egy evangélikus gimnázium diákja előtt, és bárhol máshol, ahol erről beszélnek, ahol az evangéliumot hirdetik, az embereket bevonják ebbe a történetbe. Engem is, téged is. Nem tudják, mit cselekszenek. Pilátus szintén ki akar menni ebből a képből. Van egy jelenet, talán hallottátok, oda megy a felesége, és azt mondja neki, hogy figyelj, ne avatkozz, rossz álmom volt, ne avatkozz ennek az embernek a dolgába. Ez egy ártatlan ember. Pilátus föláll, mondja a zsidóknak, hogy nem találok benne bűnt. A végén mit mond? Innen egy szólásmondás. Mosom kezeimet. Pilátus feltűnő gesztussal, liturgiával kér vizet. Vigyázat! Ez a zsidó szokás, a tisztálkodási szokás. Én voltam kint egyszer Jeruzsálembe és egy étterembe. Volt egy olyan pajeszos zsidó rabbi bácsi, aki ebéd közben háromszor is oda ment a csaphoz. Egy bögrébe öntötte a vizet, belereszette, és akkor öntötte a kezére. Siratófal elé megy imádkozni, ott van egy kút, ahol megmossák a kezüket a zsidók. A tisztálkodás rendje szerint ő is mosta a kezét, Pilátus. Lehet, hogy egy fricskát akart visszaadni a főpapoknak? Nem tudjuk. Az biztos, hogy belekerült a krédóba. De még nagyobb üzenetem az, hogy én is és te is bekerültünk a krédóba. Hatalmas képet festett Munkácsi. Nagy öröm, hogy most mind a három kép itt lehet már. 2019. január 14-én a Magyar Állam visszavásárolta a Golgotát is nagy pénzért, de visszavásárolta. Itt van a trilógia. A trilógia a három Munkácsi képet, Munkácsi sose látta együtt a saját képeit. Figyelj, gondoljatok rá, 28 nézetméteres, 7 méterszer 4 méteres képek, hogy kerekítve. Sose látta. Tudjátok, még jegyezzétek meg, magyarok vagytok, legyünk erre büszkék. 1995-ben, halál után, 95 évvel került egy helyre a három kép először. 95 év múlva. Debrecenben, a Déri Múzeumban. Ma is ott van, tudtommal. Menjetek osztálykirándulásra, vagy családdal, nézzétek meg ezt a képet. Hatalmas kép. Miért kell a nagy kép? Nagyzási mánia? Nem. Jól látsz, hogy a messziről? Ne. Azért csinálták a Szélásáson nagy mozikat is, hogy te benne érezd magad a képbe. Azért csinálják a nagy képernyőket, az LCD képernyőket is, hogy az az élményed legyen, hogy benne vagy a képben. Reklámok még ezt ki is élezik. Vegyél ilyen és ilyen televíziót, benne leszel a képbe, és kinyúl a koma, és iszik a kávédból, vagy elveszi a szaloncukrot a dohányzóasztalról. Ezek reklámfogások, de miről van szó? Menj el! Ezen a képen keresd meg magad. Nem baj, ha negatív szereplőnek látod magad. Sose baj, csak őszinte legyél. Itt három fő alak van. Az egyik Pilátus, aki ottan a jogi paragrafusokon nyüglődik. Neki az jár a fejébe, hogy mi a csodának adták ezt ide, mit akarnak ezek. Az ártatlan emberek. Miért akarják ezt kivégezni? És ott van egy suhantszerű alak, ordibál, vagy mit csinál, de ilyen imádságra emeltszerű keze van, mint a zsidók így imádkoztak. És megdöbbentő módon a képnek a mértani közepében, nem tudom, a messziről látjátok-e, de majd nézzétek meg közel ezt a képet, egy anya van a gyermekével. Egy tárgyalóteremben. Egy bíróságon mit keres egy édesanyja egy kis karonülő gyerekkel? Talán valami idő összezsúfolást csinál itt Munkácsi, hogy ott van Mária a kis Jézussal, és itt van most meg Pilátus előtt. De szeretett testvérem, kedves diákok, álljatok oda a kép elé, és kerüljetek bele ebbe a képbe. Mindegy, mondom, ki vagy, csak kerülj bele. Mert nincs olyan Jézus kép, amiben te nem tartozol bele, és én nem tartozok bele. Nincs. Mint említettem, Jézus a 7 milliárd embernek a megváltója. És ez a kép kikezd téged. És ha egész életedben elutasítod magad tőle, akkor is kikezd képe téged, és ne félj, valaki imádkozott érted, atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Nem tudja, mit utasít vissza.
nem tudja, ki fölött mond ítéletet, nem tudja, hogy milyen forgatókönyvnek az utasításai szerint ítél, lepasszol ítéletet, kiabál, rángalmaz, vagy a karján a gyermekkel ott áll és néz. Menj oda a kép elé, kerülj bele a képbe. Ez a 28 négyzetméteres kép magába foglalja az egész világot. Miért? És ezzel fejezem be. Tedd meg és ne feledd, ez a Jézus Krisztus érted lett áldozat. Azt mondtuk, hogy pap. Nincs olyan primitív nép, ahol ne találnánk meg az Isten kiengesztelésére tett erőfeszítésként az áldozat bemutatást. Miért? Az emberben benne van, bele van kódolva az emberbe, hogy az Istennel megromlott a kapcsolatom a teremtőmmel, és ezért ki kell őt engesztelnem, ezért viszel neki ajándékot. Tudjátok, mi történt? Ezt senki nem találta ki még vallástörténészek közül, mert ezt nem találta ki, ez csak az isteni megmentő forgatókönyv, az isteni szikra adta. Azt mondja az Isten, ember, hagyd abba! Ember, ne mutass be áldozatot nekem! Figyelj! Én mutatok be neked áldozatot. Ez a kereszténység lényege. Nem mi mutatunk be Istenek áldozatot. Ne imádkozzál, hogy Uram, neked áldoztam a napomat, mert ő áldozott neked. Azt mondja Isten, ember, csodálva ezt sok áldozatot, oltárt. Én mutatok be neked áldozatot, méghozzá magamat. Jézus magát mutatja be áldozatként. Nem baj, ha most még nem megy el a szívedig, a gondolataidig, nem baj. Csak kerülj bele ebbe a képbe. Majd egyszer hálát adsz Istennek. Tudom, milyen öröm lesz a szívedben, az életedben, ha őszintén vállod ezt a képközösséget. Mert aki Pilátus bíróságán megjelenik, és vállalja a képet, hogy ott vagyok, Uram, én voltam, aki ordibáltam, én voltam, aki gúnyolódtam, én voltam, aki ott megszeppenve álltam, és kétségbe estem, és teljesen kiábrándultam. Imádkozott, érted? Az, hogy bocsáss, mert neki nem tudja, mit cselekszik, az azt fogja eredményezni, hogy rájössz. Érted, történt minden. És nagyon boldog élet vár rátok már itt a Földön is, hát még az örökké valóságban. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd mondjuk köszönetet neked, hogy voltak emberek, akik abban a média szegény világban hitelesen lejegyezték a te peredet. Köszönjük neked, Urunk, munkácsinak a munkásságát, és köszönjük, hogy ezen a Pilátus előtti jelenetet ábrázoló képen ott lehetünk mi is, ott vagyunk. Lehet, hogy ágálunk ellene, lehet, hogy mosolygunk rajta, lehet, hogy közömbösek vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez mellébeszélés, ott vagyunk. Mindenhol ott vagyunk, ahol te vagy. Mert te nem csak azt imádkoztad a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, hanem azt is, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, velem legyenek. És nem baj, hogyha még ellenségesek, majd megszeretnek, ha megtudják, hogy én mit cselekedtem.